A szamurájok talán a legismertebb legendás japán harcosok, akik mind a csatamezőn, mind a kulturális életben maradandót alkottak. A 12. században emelkedtek hatalmi pozícióba, onnantól kezdve pedig letették a védjegyüket a japán történelemben. Ők a becsület igazi képviselői, akik inkább meghalnak, mint hogy elviseljék, ha foltesett a saját becsületükön, akár egy elvesztett csata vagy fogságbeesés eredményeként. Sziasztok, Márk vagyok a 10-es listától, és ma elhoztam nektek 10 érdekességet a szamurájokról, amit eddig talán nem tudtatok. A 1580-ban zajlott a Senbon-Matsubaru csata, amit nemrég alaposabb górcső alá vett a régész társadalom. A csatában elesetteken DNS teszteket végeztek, és érdekes eredményt kaptak. A 105 holttestből 35 női volt. Olyanról nincsen szó, hogy a női holttestek később kerültek volna oda, ők is a csatában estek el. De mégis mit kerestek ott? Meg eleve nem a szamurájokról kellene szólni ennek a videónak. Róluk lesz szó, és a Senbon-Matsubaru csatában életüket vesztő hölgyek is közéjük tartoztak. A szamurájok a japán busi osztályból kerültek ki, ők voltak a fiúk, akik harcászati kiképzést kaptak, viszont ugyanezt a képzést az ebbe a társadalmi osztályba született lányok is megkapták. Őket nevezték Onnabugeisának. Egy bárd alakú, kardélű fegyvert hordtak, ami kellően könnyű és halálos társ volt a csatákban. Sokáig azt gondolták, hogy az onnabugeisák ritkák voltak, mint a fehér holló, de a Senbon-Matsubaru csata ásatásai és hasonló régészeti eredmények az ellenkezőjéről árulkodnak. Vajon a hollywoodi jelmeztervezők honnan merítenek ihletet egy nem mindennapi karakter ruházatának elkészítéséhez? Például Darth Vader esetében miért épp ilyen alakú lett a megégett arcát eltakaró maszkja? Mondjuk erre a kérdésre éppen tudom a választ, a szamurájok kabuto sisakjához tartozó nyakvédő erősen hatott a jelmeztervezőkre. A szamurájok sisakja a legdíszesebb eleme a páncélzatuknak. Ez több részből állt. Alul egy bőrsapkát hordtak, hogy kényelmesebb legyen az olykor egész arcukat beterítő sisak, illetve jellegzetesen az arcukon viselték a mengu maszkot, ami egyszerre védte őket és meg is rémisztette az ellenséget. A sisakjuk karimája szegecses fémlemezekből készült, míg a homlokukat és az arcukat páncéldarab védte, amit a nyakuk alatt kellett megkötni. A testüket borító páncélra igazából nem is ez a legjobb szó, mert a lovagok fémpáncélzata ugrik be róla, de a szamurájoké messzebb se tudna állni ettől a képtől. Az ő páncéljuk egyszerre engedett nagy mozgásteret a harcosoknak és védte őket. A páncél bőr vagy fémlemezekből készült, ami össze volt kapcsolva egy alatta található bőr vagy selyem fűzővel. A bal karjukon válvédőt és páncélozott ujjakat viseltek, a jobbon pedig csak válvédőt, hogy jobban menjen a kardforgatás. Amikor sok tesztoszteron és adrenalin kombójával túltengő férfi viszonylag tetemes időt tölt együtt, ott a levegő felforrósodik. Nem igazán szokták hirdetni a szamurájok ezen szokását, de a homoszexualitás nem számított tabunak közöttük, nem olyan dolog volt, amit titkolni kellett volna. Modern felfogással rendelkeztek a szexualitás terén, és nem volt ritka az ilyen jellegű kapcsolat közöttük. A vakashu azt a homoszexuális kapcsolatot jelentette, ami az érett, tapasztalt szamuráj és egy fiatal között bontakozott ki. Ezt akár befogadási rituálénak is tekinthetjük, mert mindenkinek volt egy ilyen kalandja mielőtt a csapat rész lett volna, de persze, ez nem az volt. A szamurájok a művészetekben ugyanannyira jártasak voltak, mint a harcban. A legelső szamurájok a katonai elitből kerültek ki, akiktől a kultúra iránti érdeklődést is elvárták. Nem volt ritka, hogy kvázi a görög mecénás nyomába lépve támogattak pályájuk elején járó festőket, szobrászokat és állandó látogatói voltak a császári udvarban tartott irodalmi rendezvényeknek is. Irodalmi jártasságra szükségük is volt, mert hozhatta úgy az élet, hogy egy tankát kellett írniuk, de erről a későbbiekben lesz még szó. Mindezek mellett a harcászati kiképzésükben is ott rejlett a művészet. Minden nap gyakorolták a kenbut, illetve a kardtáncot, ami egy különösen attraktív módja a kardvívásnak. A szamurájok szigorúnak mondható életmódot éltek, ami példaértékű volt, és fel is néztek emiatt rájuk. Azokat az elveket, amik alapján szervezték az életüket, a busidó foglalja magába.
Az érdekesség ezzel kapcsolatban, hogy leírt formája csak a 16. és 20. század között született meg, pedig amióta szamurájok voltak Japánban, e szerint az életmód szerint élték a mindennapjaikat. Biztos a génjeikben hordozták addig a busidót. Viszont ha valaki most világosodott meg, hogy ez az élet cél, hogy szamuráj legyen, a busidót még el tudja olvasni, és megpróbálhat a szerint élni. Térjünk át egy kicsit a számok mezeire. Az rendben van, hogy egy társadalmi osztály tagjai, a busik váltak szamurájokká, de mégis hogyan képzeljük ezt el? Páran lettek közülük szamurájok, vagy mindenki? Hajlamosak lehetünk az előbbi megoldásra gondolni, és úgy elképzelni a szamurájokat, mint egy elit katonai alakulatot, de ennél nagyobb és tömegesebb jelenléttel rendelkeztek a japán társadalomban. Közép és magasabb szintű katonákat takart a szamuráj név, és volt időszak, amikor a társadalom 10%-át is kitették. Tehát nyugodt szívvel mondhatják a mostani japánok, hogy az ő testükben ősi szamurájok vére csörgedezik. Arról már beszéltünk, mit hordtak a harctéren a korszak celebjei, de vajon a szürke, harcmentes hétköznapokban miben jelentek meg az utcákon? Az öltözködési alapelveik hasonlók voltak a harctérihez, három lényeges dolognak kellett megfelelni a ruházatuknak. Tudjanak benne gyorsan mozogni, ne korlátozza őket az esetleges meglepetés harcban, és utazások alkalmával kényelmes legyen. Ezeknek a kritériumoknak felelt meg a bő hakama nadrág és kimono együttese, természetesen sejemből, vagy kimono helyett akár szóba jöhetett a hitatare. Cipőnek vagy egy fából készült klumpát, vagy sima szandált választottak. De igazi divat diktátorrá a hajukkal váltak. A buddhista szerzeteseken kívül, mivel számukra egyedüli opció a kopasz fejtető volt, majdnem mindenki egy kis fejtetőre készített kontya rohangált, a fejük többi része pedig teljesen kopasz volt. A szamurájoknál ez a hajviselet a sisakhordásnak kedvezett, a többiek pedig legalább hajviseletükben kicsit szamurájnak akarták érezni magukat. A filmek által arra lett beállítva az agyunk, hogy a hősök magasak és erősek. A szamurájokat is úgy képzeljük el, hogy nem csak szellemi és harci tudásukban, de testi termetükben is az ellenség fölé magasodtak. Nos, ha csak 160 cm-nél kisebb ellenségekkel szálltak szembe, ez a tény nem inogna meg, de azért erre nem mernék mérget venni. Szóval marad a szomorú valóság. A hős szamurájok kb. 160-165 cm magasak voltak, és inkább vékonynak, mint erős csontozatúnak írják le őket a 16. századi feljegyzések. De kit érdekel, mekkorák voltak? A halálosságukból ez semmit nem vett el, a filmvásznon pedig megkapják azt a plusz 20-30 cm-t. El kell oszlatnunk még egy tévhitet, ami a kinézetüket övezi, mert a szamurájok sokkal európaibbak voltak, mint gondolnánk. A japánok a tiszta vérű varázslók hű megformálói lehetnének, vigyáztak a vérvonalukra. Nos, ezzel szemben a szamurájokra a sárvérű jelző illene, nem volt ritka a szőkehaj és a világos bőr közöttük. Vannak, akik azt gondolják, hogy az Ainu nevű etnikai csoportot erősítették eredetileg, akiket a japánok alapvetően eléggé lenéztek. Mit tegyen szerencsétlen szamuráj, ha épp új harci technikát tanult, vagy egy eddig nem használt fegyvert kapott, de nincs a láthatáron katonai konfliktus, és neki már nagyon vízket a tenyere, hogy kipróbálhassa őket? Na, ilyenkor szintet léptek a szamurájok, és tsuchigirivé alakultak. Azokat a szamurájokat nevezték így, akik az éjszaka leple alatt sétálni indultak, és ha egy szerencsétlen az útjukba akadt, ő lett a próbababájuk. Hát igen, a túlélés nem volt opciója az ilyen találkozóknak. Mondjuk ki, simán legyilkoltak egy szerencsétlent egy új fegyver kipróbálása miatt. Lett-e ennek következménye? Szemtanú nélkül elég nehéz vádat emelni, ha mégis akadt olyan személy, aki nem a kipróbálandó harci technika áldozata lett, akkor sem történt meg Isten igazából a felelősségre vonás. Ez is egy olyan aspektusa a szamuráj létnek, amiről nem fogunk mozifilmet látni. Láttátok a 47 Ronin című filmet? 2013-ban jött ki, és nem kapott akkora visszhangot, mint amekkorát vártak tőle, de egyáltalán nem rossz film. Annak a legvégéről beszéljünk most egy kicsit, amivel igen, le fogom lőni azok számára a poént, akik még nem látták, de nem csak a vége miatt érdemes megnézni. A Roninok egyszerre fognak harakirit végezni, és groteszk módon ez egy nagyon szép része a filmnek.
A szamurájok körében a seppuku, mert ez az eredeti neve a harakirinek, a halál egyik legnemesebb módja volt attól függetlenül, hogy büntetésként vagy önkéntes vállalásként, például fogságba esés esetén történt. Abból is látszódik, hogy tiszteletre méltó halál volt, hogy nem egy eldugott sikátorban végezték el csak úgy gyorsan, hanem megadták a módját. Az egész seppuku ceremónia egy ünnepi fürdővel kezdődött, majd a szamuráj fehér ruhába öltözött és a kedvenc ételét fogyasztotta el. Az üres tányérra egy pengét helyezett és belekezdett egy tankal megírásába, ami utolsó szavait őrizte meg elegáns kivitelezésben. Ezután ruhát csavart a kezére, megfogta a pengét és hasba szúrta önmagát, majd az egyik szamurájtársa lefejezte. A lefejezésnek is megvolt a saját technikája. Úgy kellett a nyakat és a fejet elválasztani egymástól, hogy egy vékony bőrdarab még megmaradjon közöttük, hogy a volt szamuráj feje ne szálljon be a nézőközönségbe, hanem csak előre bukjon. Hát erre a fél vagy egynapos procedúrára a csatatéren nem volt idő, ilyenkor egy kardot szúrtak a hasukba, és finomkodások nélkül felhasították az egész hasfalukat. Majd egy bajtársuk itt is lerövidítette a haláltusájukat egy jól irányzott kardcsapással. Már ennyit a 10-es listáról, ha tetszett a videó, dobj egy lájkot és iratkozz fel a csatornára, hogy elsőként értesülj a legújabb tartalmakról.